Szinte percenként történik hasonló jelenet Torna egyik legnépszerűbb bevásárlóhelye előtt. Annak ellenére, hogy néhány méterre van kijelölt átkelő, a lakók mégiscsak itt mennek át. A Pesa felegnes polgármester azt mondta, csak a csodának köszönhető, hogy nincs minden nap baleset ezen a helyen. A város most tárgyalásokat kezdett az út tulajdonásával, a közút KHT-val, egy zebra és egy parkoló kialakításáról. A zebra felfestése az nem csak fehér festék kérdése, hanem oda a közvilágítást kell építeni, és a gyalogos forgalmat rá kell vezetni, tehát járdát kell gyakorlatilag építeni, és vannak erre szabályok, hogy milyen távolságra lehet egy zebra egymástól. Az út másik oldalán lévő zöld övezetből kialakítandó parkoló tervei már készülőben vannak, lévén ez önkormányzati terület. A jövő évben pedig az út teljes hosszának rekonstrukcióját is tervezi a közút. Ez gyakorlatilag már a magyar közlönyben megjelent, a kormány erről döntött, és tudomásom szerint a jövő évben, tehát 2020-ban fel fogják újítani ezt az egész utat. Nyilván célszerű lenne ezeket az építkezéseket összhangba hozni, hogy nem utána szedjük szét, és utána vezetünk rá parkolót, járdát, hanem valahogy ezeket majd össze fogjuk hangolni nyilvánvalóan.